Teleki Zoltán rendőr őrnagyot a Karcagi rendőrkapitányság bűnügyi osztályának vezetőjét a nyár, azaz az elmúlt két hónap bűnügyi eseményeiről kérdeztük. Tipikusan a nyára jellemző bűnelkövetési forma a kapitányság illetékességi területén nincs. Továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények azok, amelyek a, a megtörtént bűnesetek nagy részét kiteszik. Nyilvánvalóan szezonális jelleggel változnak a Elkövetési tárgyai ezeknek a vagyonelleni bűncselekményeknek. Nyáron a kertekben érnek a gyümölcsök, a szántóföldeken a kukorica, az egyéb szántóföldi kultúrák betakarítása folyik, és természetesen az ezekkel kapcsolatos vagyonelleni deliktumok száma is ilyenkor jelentkezik a területünkön. Egyébként más Tipikusan a nyára jellemző bűneset nincs, csak az elkövetési tárgyban lehet különbség. Az idei nyár sem volt eseménytelen, bár ahogy Teleki Örnagy mondja, a bűncselekmények száma csökkent. Az előző évhez képest csak konkrét statisztikai adatokat szolgáltatni nem tudok. Én, ahogy visszatekintek, és mivel az előző évben még nem én voltam itt a bűnügyi osztályvezető, korábbi adatokat, ahogy megtekintettem, azt örömmel tudom jelenteni, hogy a bűnesetek száma csökkent. Annak ellenére, hogy, hogy a gazdasági helyzet nyilvánvalóan nehéz, sok ember munkanélküli, sokszor olyan elkövetőink is vannak, akik egyébként korábban nem voltak a rendőrség látókörébe, nem volt jellemző rájuk a, a bűncselekmény elkövetése de örömmel tudok beszámolni arról, hogy nagyon sok esetben sikerült felderíteni az elkövetőket, és nem csak felderíteni, hanem a, a, az eltulajdonított tárgyakat is feltalálta a rendőrség, amit vissza tudott szolgáltatni a sértett részére, hiszen a sértetnek az a legfájóbb, amikor az értékét elviszik, és az, hogy az elkövető felderítésre kerül, de nem találja meg a rendőrség az eltulajdonított dolgait, az őt nem vigasztalja magában, számára az a legnagyobb öröm, illetve a rendőrség számára is, hogyha az eltulajdonított dolgait visszatudjuk szolgáltatni. A nyári események között több betörés és állatlopás sorozat elkövetői is kézre kerültek. Több bűn cselekmény sorozat is történt a nyár folyamán. Kisújszállás területén augusztus hónapban egy sorozat lakásbetörés történt, ahol egy reggelre öt lakásbetörés követett egy, követtek el. A rendőrség forró nyomon üldözés során még aznap elfogta az elkövetőket, akiket őrizetbe is vettünk. Szintén jellemző a területünkre az állatlopás. Nem csak a birkafőző verseny megelőzően lopják a birkát, hanem ez a nyára is jellemző volt a birkafőző verseny követően. Augusztus utolsó napjaiban a négyes főút mellett egy tanyáról tulajdonítottak el kilenc darab birkát ismeretlen elkövetők. Ami szomorú tény volt, hogy ez már a hatodik alkalom volt, hogy ezen gazdát egy picit megfosztották egy pár báránytól és birkától. Nagyon nagy erőket mozgósított a rendőrség az elkövető felkutatása érdekében és hál' Istennek a délután folyamára márt, már az elkövetők kiléte megállapítás nyert, és nem csak az elkövetőket tudtuk megállapítani, hanem azt az orgazdát is, aki, aki a birkákat átvette, és éjfélre az eltulajdonított kilenc birkából öt birkát haza tudtunk hozni élve, és át tudtunk adni a sértett részére, mégpedig kőtelek községből, Kunmadaras elkövetői voltak a bűncselekménynek, tehát kunmadarasról jöttek karcagra birkát lopni, és a reggelre a birkalopást követően már kötelekre szállították a birkákat, tehát nem egy egyszerű eset volt. Szintén az állatlopással összefüggésbe tudom mondani, hogy ezt megelőzően a kisföldek közül loptak el több alkalommal apró jószágot, kacsát, tyúkokat ezen bűncselekmény sorozat vonatkozásában is az elkövető kiléte felderítésre került, és ahogy a birkalopót is őrizetbe vette a rendőrség, és jelenleg is előzetes letartóztatásban van, úgy az apró jószágok eltulajdonításával gyanúsítható férfi is őrizetbe vételre került, jelenleg ő is előzetes letartóztatásban van. Jellemző még ez az állatlopás Kunmadaras, illetve a többi településre is. Emellett viszont a másik sláger az a fémlopás, a színes fémlopás, illetve az egyéb fémek eltulajdonítása. A Kunmadarasi laktanya, illetve hát azt mondhatom, hogy, hogy veszélyeztetett minden más szabadon lévő fém az elkövetők által több elkövetőt sikerült elfognunk, akik nagy, nagy értékű fémeket tulajdonítottak el a kummadarasi laktanyából. Ezek közül is két főt vett a rendőrség a nyár folyamán. Továbbra is nagy sláger a fémlopás. Egy alkalommal például a kummadarasi laktanyából egy tartályt vittek el a tolvajok. Történt egy olyan eset, amikor víztart, tehát 3000 literes víztartályt szedtek ki a kummadarasi laktanya, területén lévő épületből, ami, amit, aminek a súlya is közel tíz mázsa volt, és traktorral szállították el a laktanyából, úgy adták le egy fémfelvásárlónak, ahol feltalálta a rendőrség a bejelentést követően. Itt is még meg tudtuk előzni azt, hogy szétdarabolják ezt a tartályt, és, és úgy beolvasztva, beolvasztásra úgy szállítsák el, tehát sértetlenül tudtuk visszaadni a fémtartályt a, a tulajdonos részére. És mind a három elkövetőt eljárás alá tudtuk vonni, aki aki elkövette a bűncselekményt. A fémlopások csak odafigyeléssel, a vagyontárgyak védelmével kerülhetők ki, a legfontosabb a megelőzés. Mindenkit arra biztatok, hogy a vagyontárgyai védelme érdekében minden lehet, lehetőséget ragadjon meg, mert a rendőrség nem tud mindenhol mindig ott lenni. Természetesen minden bejelentésbe azonnal intézkedik a rendőrség, és a leghamarabb megpróbáljuk felkutatni az elkövetőket, már csak azért is, hogy az eltulajdonított dolgokat, legyen az fém, állat, vagy bármilyen más tárgy, azt vissza tudjuk szolgáltatni a sértettek részére. Nyilván való, hogy aki elszánt nagyon arra, hogy ő valahonnan lopni fog, akkor az úgyis addig próbálkozik, amikor valamilyen olyan kis szabad rész talál a pajzson, ahol, ahol be tud hatolni, és, és ugye el tudja lopni azt, amit szeretne, és ezért gondolom azt, hogy, hogy meg kell tenni mindenkinek a saját vagyon állnak megvédése érdekében mindent, amit, amit ezzel kapcsolatosan meg lehet. Ha valaki a gépjárművet nyitva hagyja, Teljesen szinte fölkínál, és benne hagyja a tárcáját, az autóstáskáját, fölkínálja az alkalmat az erre szakosodott elkövetők részére, hogy hogy jogsértés áldozata legyen. Nem győzzük hangsúlyozni a megelőzést. Ha a kerékpárját nem zárja le, nyilvánvalóan könnyebben eltulajdonítják a kerékpárt, ami nincs lezárva, mint ami le van zárva tehát a saját vagyon biztonságunk érdekében mindent meg kell tenni, és én erre biztatok mindenkit, hogy, hogy ezt tegye meg. A legsúlyosabb tehát az erőszakos és az életelleni bűncselekmények nem fordultak elő a nyári időszakban. Örömmel jelenthetem, hogy a nyár folyamán életelleni bűncselekmény nem volt. Május hónapban volt több is a illetékességi területen erőszakos jellegű bűncselekmény aminek viszont minden esetben megtalálta a rendőrség az elkövetét, és ezek az elkövetők jelenleg is előzetes letartóztatásban vannak. E, azt tudom elmondani, hogy az elmúlt két hónapban hét főt vettünk őrizetbe, de 2012. május 1-e óta, amióta én a bűnögi osztályt vezetem, 42 fő őrizetbevételére került sor. Úgy gondolom, hogy ez elég visszatartó erő lett már most a bűnelkövetők részére, ezt érezzük is a bűncselekmények számának csökkenésében, de még mindig nem vagyok elégedett. Feltett szándéka a rendőrségnek, hogy célzottan támadjuk az illetékességi területen élő bűnözői csoportokat, és mindent megpróbálunk megtenni annak érdekében, hogy ellehetetlenítsük őket, és amennyiben jogsértéseket követnek el, akkor eljárás alá vonjuk. A kapitányság vezetésének Egyöntetű véleménye, hogy csak így lehet megállítani a bűncselekmény szám növekedését. Ezt már érezzük, a bevezetett intézkedések már éreztetik hatásukat. Még az év elején a területen átlagosan 15 bűncselekmény történt naponta, ami egy óriási szám, jelenleg egy átlagos 4-5 bűncselekményel tudunk számolni, tehát több mint egy harmadára, kétharmaddal esett vissza az elkövetett bűncselekmények száma megpróbálunk, meg, átszerveztük a szolgálati időrendet, megpróbálunk minél több időt eltöltetni a közterületi állományjal a közterületen, minél többször lássák a rendőrt kin az utcán, hogy az állampolgárok bármilyen jogsértés éri őket, a közelben már találjanak rendőrt, hogy minél hamarabb tudjunk reagálni ezen jogsértések vonatkozásában, és minél hamarabb tudjon a rendőrség az elkövető nyomába eredni. Én úgy gondolom, hogy a pozitív változás érezhető, de még mindig nem vagyunk elégedettek, még van tennivalónk ezen ügyben. Jelenleg már az őszi veszélyekre kell odafigyelni. Az ősz magával hozza azt, hogy nyilván hűvösödni fog az idő, ismét be kell gyújtani a kájhába. Természetesen van egy olyan réteg, aki nem biztos, hogy meg tudja, vagy meg akarja venni a tüzelőjét, ezért, ezért úgy gondolom, hogy ismét a, a falopások fognak majd beindulni a hideg beáltával. Ezt a rendőrség megpróbálja kezelni a mezőri szolgálattal, a polgárőrökkel együtt, tehát most is rendszeresek a közös szolgálatellátások, heti több alkalommal látunk el közösen szolgáltat a mezőrökkel, a polgárőrökkel, hogy a veszélyeztetett területeket ellenőrizzük, megelőzzük a bűncselekmények elkövetését. A rendőrkapitányság vezetésének álláspontja az, hogy már a megelőzés a legfontosabb, hogy ne ezt pedig csak úgy tudjuk végrehajtani, hogyha folyamatos rendőri jelenlétet tudunk biztosítani a területen. A kábítószer ma már általános probléma, a kapitányság területét sem kerüli el. Az elmúlt nyári időszakban ezzel kapcsolatban is több eredményes intézkedés történt. Augusztus hónapban olyan bejelentést érkezett a rendőrkapitányságra hajnali órákban, hogy egy fiatalkorú fiú és egy fiatal felnőtt motorozott a város területén, és a déli külváros szélén megállította őket két déli külvárosi személy, majd a motorra, fölültek, és körbe motoroztatták a várost a fiatalokkal, illetve el is vették a motorjukat, hogy kipróbálják. A két fiatal nem igazán mert ellenszegülni a, a két úriember kérésének. Miután a Selkúthoz értek, ott el tudtak hajtani a motorral, és bejöttek a rendőrségre följelentést tenni. Nagyon nagy erőkkel kezdtük meg az elkövetők felkutatását, egy fél órán belül el is fogtuk mind a két férfit, és a kihallgatásokat követően őrizetbe vettük. Az egyik férfi már korábban ismert volt egyéb erőszakos cselekmények elkövetése miatt a, a rendőrség előtt. Folyt is ellene több büntető eljárás, amit a tavalyi évtől folyamatosan követett el. Úgy gondolom, hogy nem megengedhető az, hogy a gyerekeinket a, a bárki olyan cselekményekre bírja rá, amit ők nem szeretnének. Tehát a rendőrség ezzel ellen határozottan fellép, és fel is fog lépni. Másik eset nyilván, ami a látencia körébe tartozik, ez a visszaélés, kábítószerrel bűncselekmények elkövetése. Nyilván ez nem olyan markánsan jelenik meg, mint a vagyon elleni bűncselekmények. A nyár folyamán két ilyen esetben is intézkedett a karcagi rendőrkapitányság. Az egyik eset az Kunhegyesen történt, ahova a terrorelhállító központ munkatársainak a bevonását is kértük, mivel arra merült föl információ, hogy a kábítószert áruló terjesztő férfi fegyverrel rendelkezik. A rajtaütés sikeres volt, kábítószer és a fegyver is lefoglalásra került a terrorelhárító központ emberei, munkatársaink a férfit Elfogták, aki beismerő hallomást tett. Szinte ezt megelőzően egy héttel állampolgári bejelentés érkezett arra vonatkozóan, hogy az északi külvárosban is két férfi kábítószer terjesztésével foglalkozik, vagy legalábbis kábítószert fogyaszt. Az elsődleges adatgyűjtést követően erre is egy akció szervezése került, amelynek során előállítottuk a két férfit. Mind a kettőnél pozitív lett a kábítószer teszt. Gyanúsítottként kerültek kihallgatásra, elismerték a bűncselekmény elkövetését. Jelenleg a szakértők kirendelése megtörtént, az eljárás, a büntető eljárás folyamatban van. Itt hangsúlyoznám, hogy minden egyes ilyen jelzésre reagál a rendőrkapitányság. Úgy gondolom, hogy más bűncselekmények elkövetését is magával vonhatja a kábítószer megjelenése a területünkön, ezért eh, ahogy korábban is így, eh, így, most is és a későbbiekben is nagyon határozott fellépés tudok ígérni ezzel kapcsolatban is a kábítószerrel elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatosan is. Kábítószerrel visszaélés bűncselekmény elkövetése miatt mind a kettő.